Kedves múzeumbarátok! A múzeumok tulajdonképpen a tudomány, a művészet, a közművelődés és a hagyományőrzés templomai. Ma is. De akkor tud egy múzeum egy település társadalmában és életében fontos szerepet betölteni. És a kultúra tulajdonképpen központi intézménye lenni, ha a munkáját jól végzi. Ha jól vigyáz a reábízott értékekre, a műtárgyakra, azokat kellőképpen gyarapítja, gondozza, ha olyan programokkal áll elő és olyan programokat kínál a látogatóknak, amelyek sok látogatót vonzanak a múzeumba. Egyáltalán az egész működése a múzeumnak látogatóbarát, emberbarát, olyannak kell lenni a 21. század múzeumának, hogy mindig mindenkinek kedve legyen oda bemenni. Egyszer azt mondta nekem valaki, hogy Edit, a Jász Múzeum olyan, mint egy művelődési központ. Más emberfia megharagudhatna ezért, és én meg büszke voltam rá. De a régi művelődési központra értette az illető, amikor bárki bemehetett gondjával, bajával, és segítséget kapott. Egy kicsit én úgy érzem, hogy a múzeumok átveszik azt a szerepet, amit a művelődési intézmények egy kicsit most hátrább hagynak, és más feladatokat tartanak fontosabbnak. Tehát a jó múzeumnak olyan intézménynek kell lenni, ahová mindig jól esik majd bemenni. Nem csak egy kiállításra vagy egy rendezvényre, hanem bármilyen más ügyben is. Én legalábbis a mi múzeumunkat is ilyen feladatok elé állítottam, illetve hát mi is ezt tartjuk szem előtt, és azt gondolom, hogy a Kiskunhalasi Torma János Múzeum is olyan jó múzeum, ahová mindenkinek jól esik bejönni. És ezt bizonyítja a mai alkalom is, de én már voltam itt más rendezvényen is, tehát tudom, hogy ez nem csak egyszeri alkalom. És nyilván a múzeum munkatársai és vezetője nagyon örül annak, ha a munkájukat értékelik, és netán elismerik. Nagyon örülünk annak, hogyha egy múzeumot egy olyan nagy társadalmi holdudvar vesz körül, mint a Halasi Múzeumot is, vagy büszkén mondhatom, mint a Jász Múzeumot. Ez is egyfajta elismerés, amire nagyon büszkéknek vagyunk, kell is büszkéknek lennünk, de azok is vagyunk. Az is jól esik a múzeumi munkatársaknak, ha mondjuk a település vezetői ismerik el a munkánkat, észreveszik és el is ismerik. Aztán ugyancsak nagy megtiszteltetés számunkra, ha mondjuk a szakma tekintete vető reánk, és ők ismernek el bennünket. Bevallom önöknek, a mi szakmánkban nem túl sok díj létezik, azért vannak díjaink, így például az a szakmai grémium is, ahová Aurellal együtt mi is tartozunk, a Puszki Társaság Magyar Múzeumi Egyesület több díjjal is rendelkezik. Ugye egyrészt ők írják ki minden évben az év múzeuma és az év kiállítása pályázatot. Oda pályázni lehet. Viszont van egyéb elismerése is, életműdíj, mint az Éri István díj, vagy a Puszki Ferenc díj, és a fiatal muzeológusokat is munkáját ismerik el a Puszki Károly díjjal. De hát ugye évente egyet-egyet adnak ki, ez nagyon kevés, lehet, hogy van, aki meg sem éri, mikorra megkaphatná. Éppen ezért nagyon jelentős az, hogy a Puszki Társaság tagozatai, így a kismúzeumi tagozatunk is alapított díjat 2006-ban, mégpedig Poroszlai Ildikó díjat. Ki volt Poroszlai Ildikó, talán kevesek előtt ismert, ő egy nagyon neves régész kollega volt, a Százhalombattai Mátrika Múzeum igazgatónője volt, és nagyon hamar 2005-ben eltávozott közülünk. És ő volt a kismúzeumi tagozat elnöke én előttem, és a tagozat úgy döntött, hogy a
egykori vezetőnk emlékére alapítjuk meg azt a díjat, amellyel minden évben egy olyan kis múzeum munkáját ismerjük el, amely múzeum az előző években vagy évtizedekben kiemelkedő tudományos, közművelődési és múzeológiai munkát végzett. Erre a kiírásra javasolni kell, tehát nem maga a majdan díjazott intézmény jelenti magát, hanem másoknak kell észrevenni, hogy az adott múzeum milyen munkát végez, és hogy megérdemli ezt a díjat. Minden évben tehát egy ilyen díj kiadásra kerül, épp ebben az évben határozta el az elnökségünk, hogy még két újabb díjat alapít, de erről most nem szeretnék minden titkot elárulni. Térjünk vissza a Poroszlai Ildikó díjhoz. Ez egy nagyon szép bronz plakett Poroszlai Ildikó arcképével, és egy nagyon szép oklevél merített papíron egy bekeretezett keretben. Ugye említettem volt, hogy javasolni lehet, nos 2020-ban a kiskunhalasi Torma János Múzeum nyerte el ezt a megtiszteltetést, hogy Poroszlai Ildikó nevével fémjelzett díjjal ismerjük el Szakál Aurél igazgató úr és munkatársainak elkötelezett munkáját. Azt viszont jól tudjuk, hogy a Sajnos a pandémia miatt ez a díj akkor nem kerülhetett átadásra, viszont 2021. októberében Pakson végre átadhattuk a díjat a szakmai grémium előtt. Tehát voltak éppen ez a díj már hivatalosan átadásra került, de mivel említettem a múzeum szerepkörét és azt a holdudvart, amely körülveszi, ezért rendkívül fontosnak tartjuk, hogy ne csak a szakma előtt kapja meg ez a múzeum ezt a megtisztelő elismerést, hanem azon személyek, azon múzeumbarátok jelenlétében is hivatalosan átadásra kerüljön, akik a múzeummal együtt léteznek, a munkáját különböző módon jószándékúan segítik, és így viszik előre, és így tudja a múzeum megvalósítani az álmait. Hát kedves múzeum barátok, most ez az ünnepélyes alkalom pillanat érkezett el, amikor én Szakál Aurél igazgató úrnak, kedves kollégámnak, a Puszki Társaság Magyar Múzeumi Egyesület kis múzeum tagozata nevében ünnepélyesen is átadom az önök színe előtt és az önök jelenlétében ezt a nagyon szép kitüntetést, elismerést, amelyet méltán kiérdemeltek az eddigi munkásságukkal. Kedves Aurél, légy szíves, gyere ide! Nagyon stílusosan az Aurél ide elrejtette a bronz plakettet, amit most ketten fogunk levenni a emelvényről, és innen itt látható Poroszlai Ildikó arcképével díszített díj, amelyet a Torma János Múzeum 2021. októberében átvehetett. És most pedig Aurélnak adjuk át, és önöknek adjuk át, úgyhogy kedves Aurél, további jó munkát! Arra kérem, hogy továbbra is szeressék a múzeumot, és segítsék, ahogy csak tudják. Köszönöm szépen!